Na, ma élőbe vagyunk. Sziasztok, csatlakozzatok, csatlakozzatok infóval, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Jelenleg itt vagyunk Gyöngyösön, de amit minél többen lesztek elmondani, hogy miért is vagyunk itt Gyöngyösön, miért is érkeztünk ide. Hányan vagyunk-e velünk? Még most csatlakoznak. Sziasztok, mindjárt jövök, csak érkezik. Ott van velünk Sándor Béla, a Borimami étterem tulajdonosa, van, és Gáspár Győző, így van, a Való Világ műsor vezetője. Így van, így van. Máste sajnos nem én leszek gyerekek, mert igen, máste programom van, de van holnap, aki választáson velem találkozhatok. Hányan vagyunk-e velünk? Folyamatosan csatlakozok, most már 700-an. 700-an, na. Igen, megy fölfelé folyamat. Ma is mondom, hogy hol vagyunk, és miért is jöttünk. Ja. Úgyhogy Evelyn szeretném megmutatni, ha megmutatnám a kinti robot, addig még csatlakoznak hozzám. Ja. Sziasztok, itt vagyunk jelenleg Gyöngyösön. Itt vagyunk a Borimami étterembe, illetve a Portéka. Most a Portéka. Szerintem üljünk vissza, jó? Így van. Na, üljetek vissza, és akkor itt bemutatjátok a dolgokat. Csak én felállok, akkor, mert úgy mindenki látszik. Én azért állok fel, mert én elmegyek közben elmegyek majd riportra. Úgyhogy itt van a kedves feleségem, a nyitóságos beasszony, és itt van velünk Béla, a Borimami megalmodója, a Borimami atya, és hát a Borimami nem működne nélküle. Lelke. Na, vegyed át a szót, Béla, azt mondd meg nekem, hogy mióta építed ezt a brendet, és mi volt az, ami miatt ez a gyermeked meg az életed lett? Ezt most már a 7. évvel csináljuk, építjük folyamatosan, és így 2 év távlatából rengeteg tapasztalattal rendelkezünk, és ugye azért is kértek szakmai tapasztalatot és gasztronómiai tapasztalatot. Igen. Saját magunknak csináltuk a marketinget, saját magunknak építettük fel ezt a brendet, és úgy gondolom, hogy a vidék egyik legjobb éttermét sikerült megcsinálni. Úgyhogy ez a helyzet, ez a kialakult helyzet, most egy picit csendben vagyunk, meg most egy picit ugye nekünk is fáj, hogy nem jöhetnek a vendégek, mert életünk a vendéglátás, ezt imádjuk csinálni, de úgy gondolom, hogy a vendéglátás, turizmus csak a vidéki étterméségből, a vidéki dolgokból épülhet újra. Hát ugye a tanácsaidat azt a minden igaz, akkor majd jövőre realizálódani is láthatod majd a cukrászdánk terén, amit majd Budapesten fogunk nyitni. Most? Tulajdonképpen azért vagyunk itt Gyöngyösen, hogy kiokosítson minket, hogy Béla, mert most van a cukrászdának az épülete elkészül, készen van a cukrászdának az épülete, már csak dizájnra kell berendezni, illetve a Béla segítettünk abban, hogy milyen legyen, és azért vagyunk most itt Gyöngyösen, hogy a cukrászdáról beszélgessünk. Igen. Kérdések? Mondok kérdéseket? Imádlak titeket. Nagyon halk, majd létszök, hangosabban beszéltek ma. Szép estét Izraelből. Na, még Izraelből is itt vannak. Sziasztok, nemrég jártam ott, Béla, régi ismerősöm, innen is üdvözölök mindenkit. Zsolt, Fodor. Fodor Zsolti, hát az a régi kedves vendégem. Na, ő meg is. Hát, Zsoltika, hát köszönöm. Ja. Kicsi a világ, szakmai. Ő tényleg szokott idejönni, mondta nekem, az első borvacsorám alkalmával ott kacsacom volt, és azt mondta, hogy ilyen finom kacsacom volt, mint az enyém a Borimamiba erre. Na, úgyhogy hozzád hasonlítottam, Béla. Mikor múltig voltam nálad, akkor nekem nagyon ízlett az a nyugacom, igen, meg a káposztást fog kedvét. Fú, de jó volt. Kis apróra volt, csinálva. Nagyon finom volt. Na, Béla, hogy kezdünk neki, hogyha mi szeretnénk cukrászdát? Hogyan megtudhatják abból a műsorból, amit igen, most forgatunk, Győzikét. Azt már most szerintem erről beszélhettek, nem? Hogy forgatjuk a... Ja, igen, forgatjuk a műsor, gyerekek, hasonló lesz, mint a Győzike sósőt. Nem, hasonló, mint az édes élet, de mégsem olyan. Tehát az egyik szálon mi vagyunk, már ez publikus, mert nyilvánosságra, de bőzésekről igen, a főszereplő az Kylie Jenner, így van. Igen, ő is visszatér, nézzétek meg. Aki múlt héten címlapon volt a Story magazinban, és rekordot döntött az eladással. Ez komoly? Komoly, annyi. Igen, rekordot. Megköszönöm szépen, drága mennyeim. Ez az csinált cserni, ez az. Képzeljétek el, Virág még egy hónappal ezelőtt úgy volt, hogy gyereket nem akar szerepelni, elbújik a Virág elő, és az utam a címlapot döntött a kedves férjével, férje urába. Jó, oké, rendben jó, van. Jó, mutassuk már meg itt a tök jó a Delicatess rész. Ja, itt amit behoztam. Innen is lehet olyat, amit így innen haza lehet vinni? Persze, igen. Vannak a kávéink is tétjüvei. Meg természetesen minden elviteles. Most itt vannak finomságok.
jelen pillanatban elvitelre tudunk csak kiszolgálni embereket. Elviteles meleg szendvicseink vannak, elviteles croissant, elviteles kávék. A kávé különlegességeket is meg tudjuk ugyanúgy csinálni, és a delikátes bolt is ugyanúgy működik, aki bejön és ilyen kulináris dolgokra vágyik, azok tudnak válogatni. Ja. Borkínálatunk otthon, ezt nagyjából azért ismerik, nagyon különleges borok vannak, nem csak helyi és nem csak magyar, hanem a világ minden részéről válogatunk össze tételeket. Pont előbb beszéltünk a sampányokról, mennyire értékes nedük, és igenis a gasztronómiához hozzátartozik az a luxus, amit az ember alkalmatán megengedhet magának, és akkor bont egy sampányt. Na tehát, drága rajongóink, itt Béla azt mondja, hogy érdemes lenne tényleg ezzel a cukrász dologgal komolyabban foglalkozni. De most komolyan Béla, viccet félretéve. Tehát, hogyha megnyitnánk, akkor te így, mint, ha nem ismerni minket, te eljönni, most megnézi, hogy milyen terméket van. És mire lennél velünk így, hogy most egy családi vállalkozásnak nézünk elébe, mire lennél velünk? Milyen sütit szeretnél ott enni? Mert azért ez fontos. Na, én első körben. És én azt gondolom, hogy neked tradicionális süteményeket kell ott, ez a igazi Gáspár beás süteményeket kell megálmodnatok és elkészíteni. Ezek ugye kézműves termékek lesznek természetesen, és nem arra a szociál cukrászdára gondolok, hogy bennész és csak krémes, meg minyon, meg ilyenek vannak, hanem tradicionális dolgokat a ti térségetekből felhozva Pestre. Egy-két olyan palócos ízvilágú dologgal lehet ott megvendégelni a vendégeket, amit nagyon-nagyon jól tudtok csinálni. Van valami komment? Tehát azért Béla véleménye elég fontos számunkra. Szíveket küldenek mindenki. Mindenki szívez minket. Jaj. Ha mi is szívezünk titeket. Dicsérnek, imádlak titeket, jó nézni titeket, újra lesz győziket, show. Sziasztok, Bea, nagyon sok szív. Én azt gondolom, hogy a Gáspár Bea név az egy olyan név, ami hiteles a szakmában, a gasztronómiában. Te most már belecseppentél ebbe, és mindenképp ki kell használni azt, hogy egy ilyen neved van. Ezzel a névvel lehet megnyitni, vagy ezzel a dologgal lehet megnyitni azt a cukrászdát, amire igen kíváncsiak vagyunk, kíváncsi a közönség, és azért mennek el, mert te receptéd alapján. Legyen egy teszt, Béla, mit szólsz ahhoz, hogy itt, ha ennek a hülye helyzetnek vége, és ki leszel nyitva, legyen itt egy teszt desszert, hogy az ott fogy, amit így a nevemmel témeleznek, és akkor mit tudom én. Lehetne a lepény, a túrós lepény is esetleg lehet egy olyan hétvége is, amikor én ide lejövök, és akkor... Ja, ilyen premier hétvége. Ilyen premier. Ja, info. Ha vége a Covidnak, be a sütemény, a borim, amiben kapható, lesz ott szembe. Úgyhogy... Nagyszerű. Ti megcsinálod? Mi meg kiadjuk szépen. Ja. És akkor így itt lenne egy kooperáció, és arról mondjuk le tudnám szűrni, hogy az a deszert fogy-e, vajon fogy-e. Én úgy gondolom, hogy van létjogosultsága annak, hogy te cukrászdát csinálj a lányokkal együtt, mert mind a hárman ügyesek vagytok, mind a hárman belevetitek magatokat, Evelyn is fanatikusan tudná csinálni. Egy picit meg kell döngösni. Igen, a kedvét meg kell neki. De szerintem ez működőképes, ez a vállalkozás működőképes, legfőképp azért, mert kíváncsiak az emberek, és nem, ha a Salgótarjánban nyitnál, én azért Salgótarjánban nem tudom, hogy lemennék azért. De nem Budapesten, nem igen, de Budapesten, van egy nem, Budapesten elkanyarodnék azért, hogy megnézzem, hogy mit is hoztál föl vidékről, milyen az a kapros lepény, amit ott árulsz, egy kávéból, egy cappuccinóval, én elfogyasztom. Aki mer, az nyer. Ti nekem hitelesek vagytok. Bocsánat, ezt muszáj voltam felolvasni. Vagy esetleg azt a lekvárt, amit te ott használsz, azt befőtöznéd, egy picit többet csinálnál, kiraknád a delikátesbe, és igen, lehet, hogy ha finom a lekváros buktád, akkor a lekvárból is vinnék haza. Én úgy gondolom, hogy ez életképes, nagyon sok jó hely van Budapesten, de van. Ezt már nem vágjuk ki. Van igény a jó helyekre. És
és azokra a helyekre, ahol ilyen kézműves termékeket lehet venni, nem csak a piacon, hanem például nálad is meg lehetne venni ezeket a kézműves termékeket, amiket felhoztok vidékről, és ott tudjátok értékesíteni azoknak, akik nem tudják tárolni, lekvárt mindig. Ja. Úgyhogy életképes. Szerintem ebbe bele kell vágni, hogy... Ennyi. Aki mer, az nyert. Szírták is itt komiba. Úgyhogy nagyon... valami ilyesmire gondoltam egyébként Fanninknek is. Tehát ez a... Az a nem zebra design, abban megegyeztünk, ja, hogy nem a győzike design, design nem, megmutatom. Ez így. Vannak ilyen Valentin napi boxok, aki gyöngyösi, az itt tud. De igen, úgyhogy ezt mutassad el, hogy amikor bejönnek, akkor hogyha tudnak ilyen dolgokat is vásárolni. Hát igen, van, ugye fontos, onnét is fel lehetne hozni különböző mézeket, akik tényleg hát ott a falunkban is igen, van, aki biomézzel foglalkozik. Egy-két olasz terméket is mi belecsempészünk. Ugye foglalkozni kell azzal, hogyha mentes valaki, tehát azok a glutén-laktózmentes és hát is igen, érzékeny emberekkel is, mert egyre többen vannak. Viszont vannak olívolajok, mézek, diókrém, lekvárok, olajok. Nagyon fogynak a különböző olajaink például. Jó. A Gianni Frasi kávé megint csak nagyon jó. Mi azzal dolgozunk, egy-két meleg szemicset csinálunk, most van szalagos fánkunk, francia croissant. Minden is. Lehet, hogy a Berkerből nem kell megvenni a sonkaszelet előtt, mert ott nem lesz rá. Igény, itt is egy-két sajt sonkatához, ugye a borokhoz szoktuk. Itt ez úgy üzemel, hogy este borvár vagyunk. Tényleg? De jó. Egy ilyen üveges izére gondoltam, amit ott így hosszabban. Egy mat is. Nektek egy óriási nagy ütővitkén kell. Ja. De ettől nagyobb eladót ért, nem akarok kialakítani, mint amit kell. De nektek sokkal hosszabb, mert nektek egy hosszabb kell, hosszabb kínálópult. Hát na, a pulttal, igen, igen. Hát, hogy ehelyett mondjuk így ez a hűtővitrén lenne, és akkor ott mellette pedig egy... Úristen, milyen kommentek jönnek. Mi? Evelyn, szép a vidéki férfi hangod. Engem férfinek néznek, vagy nem tudom. Mi? Már annyiszor megkaptam. Én nekem is mély a hangom. Igen, Evelyn konkrétan, mint egy maláj tigris úgy néz ki. Annyira a levesség. Hogy most már hízni kell. Nem, anya, engem nem utassam. Miért lenne férfi? Ha. Nézzétek meg, ilyen vékony. Jó, szerintem lassan búcsúzál, nem olyan? Na, tehát szuper helyen vagyunk, szuper helyet szeretnénk mi is létrehozni nektek, azért, hogy gyertek el. És ez talán tulajdonképpen tényleg, hogyha vége ennek a covidos helyszínnek, sziasztok fiúk, lányok, ennek a covidos helyzetnek vége, akkor valószínű, hogy Gyöngyösön tényleg lesz egy kooperációnk itt Béláikkal, és akkor majd, az a lényeg, igen, az a lényeg, hogy minél egészségesebben éljen mindenki, minél nagyobb hangsúlyt fektessen arra, hogy mit fogyaszt el, mert amit eszel, azzá leszel. És nagyon fontosak azok a dolgok, amiket nem lehet boltokba megkapni, azok a kistermelőket kell támogatnunk, azokat a biogazdálkodókat, őstermelőket, akik tényleg beleteszik azt, aminek benne kell lenni, és higgyétek el, hogy nagyon sokat számít, hogy mit esztek, honnét esztek, mit vesztek, mert a Covidot csak akkor lehet elkerülni, meg ezeket a vírusokat, hogyha egy felerősödött szervezettel egy robolátan találkozunk vele, és hogyha azokat az élelmiszereket esszük, amik a különböző nagy áruházakban vannak, azok nem biztos, hogy annyira felrobolálnak minket, kevés a vitamintartalmuk, ásványanyag tartalmuk, nincs benne nyomelem, stb. Sok az antibiotikum az ottani. Igen, úgyhogy ez nagyon fontos info, ezt azért raktározzuk be, ez jó jön mindenkinek. Mindenképp egészségesen kell táplálkoznunk. Hogy a kis gazdaságok, ugye a kis emberek, akik ezek a kis termelők, ezek életben maradjanak, tehát úgy maradnak életben, ha ott tőlük vásárolni. Azt kérdezik, bocsánat, de akkor ugye ti is ott lesztek majd a cukiban? Hát persze. Hát ettől lesz... Jaj, a Budapestiben? Persze, hát persze. Mi is attól maradunk életben, hogyha ezeket a termékeket fogyasztjuk, meg eszünk, és úgy fel kell robolálnunk a szervezetünket, meg az egészségi állapotunkat, hogyha találkozunk a vírussal, akkor... Jó. Le tudjuk küzdeni. Szuper. Úgyhogy mikor nyitok körülbelül, Béla?
Mit szeretnék? Mikor nyissatok? Nagyon remélem, hogy itt március 1-én nyitás közeli hangulat meg állapot lesz, úgyhogy... Ha nyittok, az feltétlenül nyitásra. Mi jövünk. Nyitásra lesz egy bealepén. Azt kérdezik, miért Gyöngyösön vagyunk? Világ is itt született gyerekek, mi ezt a várost ja. Azért vagyunk Gyöngyösön, mert a Béla meginvitált minket egy brownie készítő workshopra, amit az új műsorunkban láthattok majd nem sokára a Live TV-n. Úgyhogy nagyon szuper élményben volt részünk és megtisztelőben, mivel nekünk nyitott ki privátban, úgyhogy tényleg húgomnak, nekem, anyumnak, apumnak, Krisztián sógoromnak, úgyhogy tényleg. Csodálatos dolgot csináltunk. Igen. Egy egész étteremben mi voltunk. Igen, és... Meg a stáb. Úgyhogy egy nagyon felejthetetlen némében volt részünk. Max volt. Köszönjük szépen az élményben. Igen. Megdicsértek téged. Jó pasi nagyon. Tudjuk. Na, az, hát azért beszélgetünk. Na, ennyi. Azért beszélgetünk. Na, úgyhogy... Gyertek ide Gyöngyösre a borimamiba, és akkor majd találkoztok vele személyesen is. Például ez egy jó bok. Na, úgyhogy köszönjük na, szépen a figyelmet, kellemes hétvégét nektek. Remélem most már nagyon gyorsan lemegy ez a vírusos időszak, és akkor utána tényleg tudunk találkozni. Sziasztok. Igen, és hogy sziasztok. Köszönjük már a live-osoktól. Sziasztok.